Hát úgy kerültek hozzánk az MTK-ba, hogy két fiú versenyző úgy csatlakozott, hogy alapvetően fiú csoportom volt, és a 23-as és ifi fiúkhoz csatlakoztak. A két lány pedig úgy jött hozzánk, hogy ők is 23-asok, illetve a Lili már felnőtt, hogy nekik kifutott a úgymond szerződésük az előző kluboknál, és akkor így csatlakoztak hozzánk és hozzám, úgyhogy így kell kettészedne majd ezentúl a csoportot. Zsomborral mindenféleképpen felnőtt, meg Lilivel mindenféleképpen felnőtt versenyeket célozzunk meg. A Tódiával megpróbálunk a 23-as csapatba kerülni, és a Mircea Iván, ő még serdülő, vele pedig a korosztályos nemzetközi versenyre, az olimpiai reménységek versenyre szeretnénk újra kikerülni. Igazából így röviden ennyi. Igen, túl vagyunk már minden alapozó tavaszi, illetve téli edzőtáborokon. Például a Tamási Zsombi 3 edzőtáborban is volt, Horvátországban, Dél-Afrikában és Szeviában, de alapvetően csoportszinten Horvátországban és Szeviában töltöttünk el hozamosabb időt edzőtáborban, illetve most már ugye itthon készülünk a Gubacsin, és készülünk a május 6-ai első válogató versenyre.